nagy-nagy szeretettel várok minden olyan gyereket, akinek valamilyen módon a rajzhoz, festékhez, vagy bármilyen kézműves tevékenységhez, kreativitáshoz valamilyen affinitása van. Nagyon szeretem azokat, akiknek esetleg több a türelme, mert azok a kezdeti akadályokat jobban bírják, mert ugye mindennek az alapjait nálunk a rajz. A rajzzal kezdünk, utána a színes ceruzát, krétát és különböző festészeti technikákat már csak a később a nagyok használják, de mindenkinek azt mondom, hogy próba szerencse, itt igazából azok nyernek, akik szeretnek rajzolni és szeretik a művészetet. Azért szeretem a festészetet, mert itt meg lehet tanulni, rajzolni, festeni, és ha valamit nem tudsz, akkor Gábor bácsi jön, segít, vagy ha nem tudsz lerajzolni egy dolgot, ő belesegít. És azért szeretem a festészetet, mert meg lehet tanulni jól rajzolni, festeni, meg krétával használni. Gábor bácsi nagyon kedves, segítőkész, ha valamit nem tudok megcsinálni a rajzban, akkor ő segít. Azért szerettem a festészetet, mert sok új dolgot meg tudunk tanulni, sok szépet rajzolni, festeni, és pasztelkrétával krétázni. És azért szeretek idejárni, mert Gábor bácsi segítőkész, meg tudja, mint segít nekünk, hogy nem tudunk lerajzolni, megtanítja, meg festeni is megtanulunk. Kiélhetem a kreativitásomat, és sok új eszközzel is találkozhatok. Azért szerettem a festészetet, nagyon jó a hangulat, szeretem a tanárt, és minden élményt meg tudok tapasztalni. Várunk titeket is szeretettel a Bánzsingmond református általános iskolába. Várunk téged is Bánzsingmond református iskolába. Várunk titeket is szeretettel a festészet és grafika tanszakra.